Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ez a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a feliratkozás melletti csengő ikonra. Februártól beköltözze Hajdú Péter, ez minden héten, pénteken este 7-től itt a csatornán. Ez volt a szolgálati közlemény, és akkor most jöjjön, hogy kiérkezik hozzá ma este. Nagyon várom ezt a beszélgetést, ugyanis 8 éve nem szólalt meg sehol, teljesen eltűnt a médiából, most viszont visszatér. Ő az, aki a Valóvilág 5-ös szériájának legismertebb alakja, bár csak 32 napot töltött bent a villában, de tett arról, hogy megismerje őt az egész ország. Elfogadta megkívásunkat, Pitman Krisztofel, vagyis VV Krisztofel, kezdünk. Krisztofel, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Utoljára 12 évvel ezelőtt, basszus. Igen. 2012-ben találkoztunk. Így van. Akkor még a Frisbee a TV2-n ment, és akkor volt a híres vagy hírhet összecsapásod Alekosszal. Így van. Hát Alekossz azóta sztár lett, kigyúrta magát, szerintem jobb teste van, mint neked. Hát lehet valószínűleg, mert igazából az a helyzet, hogy most nagyon sokat dolgozok, meg rengeteg olyan évem elment most, ami rám is, meg a exemre épült, tehát most így a médiában nem is tudtam úgy szerepelni. Egyébként megköszönöm a meghívást, tehát nagyon örülök, hogy itt lehetek, főleg úgy, hogy 8 éve nem is tévéztem. Hát rengeteg... 8 év óta most először szólalsz meg. 8 év telt el kb., hogy nem szerepeltem tévébe. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, hogy elhívtál, nagyon is örülök neki. Hát igazából ezt a 8 évet ezt úgy kell elképzelni, hogy megismertem a páromat, és hát nagyon süvefőben együtt voltunk, nagyon szerettem. Megcsináltuk a kis egzisztenciánkat, lett egy közös kutyánk, a gyereket igazából még nem akartunk, és hát ugye az volt a terv, hogy hát folyamat építjük ezeket a dolgokat, de hát igazából elfáradt, tehát rosszat nem tudok róla mondani, mert tényleg mellettem volt vége, elfáradt a vége. Tehát így jött ki a dolog, és igazából mindig szerettem a szereplést, tehát én mindig is akartam szerepelni, mindig is úgymond egy színes egyéniségnek tartom magamat, nagyon sok helyen szerepeltem annó, csak igazából én úgy vagyok vele, hogy a tévé keressen engem, ne én keressem őket. Tehát, hogyha már én keresem a tévét, akkor az értéktelenné válik. Tehát az embernek azért jó, hogyha van egy értéke, és a tévé keres meg. Tehát mit tudom, én most mondok ugye egy jó példát, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljöttél a tévébe, és nem azon, hogy szia Petikém, be tudsz hívni a műsorba, úgy szerepelnék egy jót. Hát azért a kettő között van különbség. Na, tehát arról lettél ismert, hogy 2011-ben a Valóvilág 5-ös szériája volt? Így van, az 5-ös. Ott tűntél fel, és gyakorlatilag egy-két nap után már a tested összeforrott Veronika testével. Ja, igen. És aztán, amikor kikerültetek a villából, akkor is kapcsolat maradt ebből. Persze. Az, hogy ért véget, azt szerintem inkább hagyjuk. Igen. De miért jelentkeztél a Valóvilágba? Hát ez egy nagyon fontos momentum, amit most mondok, mert az a poén, hogy én először nem a szerepléssel jelentkeztem, és nagyon hittem benne, hogyha bekerülök, akkor nyilván tudok segíteni anyáméknak. Na most azt kell tudni, hogy az apu az ugye voltak ilyen rossz évei, alkoholista volt, anyám meg pánikbeteg. Na most én ugye akkor fociztam. Tehát én 12 évet fociztam, én focista akartam lenni hivatalosan. Hol fociztam? Vasas Akadémián és BVSC-be. Tehát a BVSC nevelés voltam, és a Vasas Akadémián folytattam a pályafutásomat, és hát ugye anyagilag nem nagyon tudtak támogatni a szüleim, tehát nekem kénytelen voltam elmenni dolgozni, azért a vendéglátást választottam, ami a Gundel Károlyban volt, és azt el is végeztem. Na most akkor jött pont a Valóvilág, és igazából nekem egy jó fél éve ment rá, hogy bekerüljek. Tehát hol szerencsém volt, hol nem, az jó kérdés, nagyon is örülök neki, hogy bejutottam. És ezzel ugye kaszáltam így a Haknik által, mert amikor 32 nap után kiestem, volt körülbelül vagy 150 bulim. Hányadikként estél ki? Nem, nevetni fogsz, 32 napot voltam bent, szóval hivatalosan másodikként estem ki. Aztán. Ez volt a legdurvább, igen. De ismert lettél. Igen. 32 nap alatt ennyire megismert az ország? Nagyon durván, igen. Tehát a 32 napban konkrétan folytam a csapból. Én ezt hallottam vissza. Semmi nagy képűségből. Persze, valljuk be, hogy legenda vagyok. Kubai csődör, mert hogy ugye édesanyád kubai, igen. És te magadról mondtad, hogy kubai csődör. Igen, hát igazából a címlap az mindig így hozott le. Lehet, hogy a nagy szám miatt, a színes egyéniségem miatt, igazából ezért. Mert tudni kell, hogy egyébként meg megosztó személyiség vagyok. Tehát ha nagyon utálnak, akkor gyűlölnek, ha szeretnek, akkor meg nagyon szeretnek.
A szüleid itt ismerkedtek meg Magyarországon? Nem. Édesanyám az kim volt, Németországban ő takarító volt, mert ugye Kubában elég nagy volt a szegénység, ezért kiment Németországba, ott azért jobb volt a pénz, elment takarítónak. Ő egy szállodába, és az apukám az meg ívéslánkhegesztő volt. Elmentek nyaralni, vagy telelni? Nem, elmentek dolgozni mind a ketten, és ott megismerkedtek. Ja, tehát mind a ketten Németországban dolgoztak, és ott jöttek. És ott ismerkedtek meg, hogy azon belül az már részlet, azt nem tudom. Együtt vannak még? Persze, már 50 éve. És jól? Jól megvan? Jól, most már rendben vannak. Hát amikor jelentkeztem, azért nagyon sokat adtam haza, hát én kerestem kb. Ilyen 12-15 millió forintot ugye a bulikból. Rengeteg bulim volt. Na most ezekből miután kijöttél a való világból, kerestél három akkoriban, 12-15 millió forint. Így között, de nem egybe, hanem a bulikból. Tehát egy bulim volt 90 ezer forint csütörtökön, akkor volt szombaton. De mi buli, mit csináltál? Hát jó volt a marketingem, eladtak, csináltam ilyen táncversenyeket. Tehát úgy képzeld el, hogy nekem volt. Elhívtak egy diszkóba. Így van. És celebsimogatás volt? Vagy? Hát az volt az eleje, igen, az első 3-4 hét az így kezdődött. Szerettek, nem tudom, tehát oda jöttek, oda rakták a kis csöcsüket, dedikáltam, érted, a csáv összeveszett velem, aztán mondtam, hogy dobjátok ki, nem tehetek róla. De... óriási. Ezért fizettek? Ezért fizettek. Háromszor nemi beteg gondozó, nem kívánom senki. Voltál? Voltam, de nem olyan. Annyi csaj összám? Nagyon sok csaj volt. Aha. De hát akkor volt barátnőd, Veronika. Igen, de a Veronika az egy másik kérdés, tehát mondhatjuk azt, hogy szerelmes voltam belé, róla se tudok rosszat mondani, most az, hogy voltak ezek a hírek, meg azért eléggé fel lett fújva ez a dolog. Tehát ez de várj, de megverted, vagy nem verted meg Veronikát? Hát én nem vertem meg, mert különben nem ülnék itt veled. Tehát én nem bántottam úgy. Meg egész egyszerűen ő hülyének nézett akkor, és kész ennyi. Tehát szerelemféltésből azt állította, hogy te bántottad? Hát ez elég hosszú sztori, ezt meg nem tudom neked mondani. Ez annyira rég volt már. De nem bántottad el. De úgyis, nem. Miért bántanám? Miért mostanit éve? Is akkor 8 év után bántottam volna, nem voltam sose ilyen. Csak az a baj, hogy az emberek, hogyha már kapsz egy ilyen negatív dolgot, elég durván el tudod magadat vágni. És én akkor nem is akartam rosszat senkinek. Tehát amint csinálsz valami rosszat, nyilván ezért kell odafigyelni, hogyha celeb vagy, hogy mondjam, nem tartom magamat én úgy, de nagy celebnek, hát 8 éve nem is szerepeltem, hanem bármi rosszat csinálsz, az nagyon rosszul süllyed ki a dologból. Oké, Krisztófer, de Veronika után jött Vivien. Igen? Szintén hasonlókat állított rólad. Hát az nem volt igaz? Hát figyelj, most nagyon sok olyan cikket írtak meg, amire nem tudok mit mondani. Tehát ezek ma olyan régi dolgok, Végig mehetünk? Peti. Már csak egy van. Nyugodtan. Tehát akkor már tisztáztuk, tehát Veronikát nem bántottad. Igen, igen, igen. Vivient? Vivient nem bántottam szintén. Tehát most... ő is azt állította. Hát... Jó, de kamu volt. Hittek. Hát most lehoztak olyanokat az újságok, hogy én magam se hittem el. Nekem nem volt sajtósom, aki megvédjen, vagy azt mondja. Egész egyszerűen ott is vége lett a dolognak. És az is annyira egybe volt bújtatva felém, meg annyira körül volt minden írva a magánéletben, hogy azt ki se adtuk. Tehát én igazából erről nem is beszélnék, hogy vele, vagy velem mi történt utána. Rendőrségű nem lett belőle? Nem, de hogy is semmi. Hát de a Veronikásból volt. Abból azt kell tudni, hogy abból volt egy közmunkám, egy 300 óra közmunka, amit megcsináltam. Mit kellett csinálni? Nem, gerebbével kellett kapálni a füvet, meg ilyenek. Jó volt? Nagyon jó volt, gondoltad, legyél ott te is. 300 óra, az mennyi, ez hány hónap volt? Hát mennyire jön ki? Most meg nem mondom neked, hallod? Nem de végigcsináltad. Végig. Hát heti egyszer mentem hétfőn, tehát úgy jött ki egy évre. Mert úgy dolgoztam hétből hatot. Ja, tehát akkor elég volt heti egyszer menni. Heti egyszer, aha, de mindig megcsináltam, mindig ott voltam. Akik ott dolgoztak, azoknak segítettem, mindig ők is segítettek, szóval amúgy. Még buli is volt egyébként ez a közmunka. Kár, hogy nem voltál ott. Nem. A harmadik sztori, amit kivesélhetnénk, az pedig a hirdetés. Megtaláltak egy meleg srácok szexuális szolgáltatását hirdető oldalon. Hát ez mikor volt már? De ott te voltál? Nem. Ez az egész ez úgy kezdődött, hogy nem is mondom, nem nevezem meg, az a hölgy, akivel régebben együtt voltam, az földobott erre az oldalra. Nem is erre mit mondja. És akkor egész egyszerűen, tudod, látom a telefonomat, hogy csörög, szia, Jani vagyok, pippantanálok. Az meg, nem áll, geci. És akkor tudod, egy nap jött vagy 10 telefon, és akkor tudod, úgy bennem volt a hit, hogy hát ez csak nem az, és akkor szia, megdugod a s***em, elnézést, és mondom, hagyjál már egyszer, és akkor ki kellett tölteni, tehát a SIM kártyát dobtam el.
És hát ugye feltette egy olyan oldalra. És a hirdetést nem vetetted, lehet, ha maradjon. Hát, de mi, hát mindent ő csinált, tehát föltette a képeket rólam, hát gondolj bele, így voltam ott. Feltette ezeket a képeket, amiket úgy random csináltunk, és földobta. Szóval erre nem tudok mit mondani, tehát én azért kaptam hideget. Tehát ő meleget. Egy harmadik csaj volt, tehát ugye Veronikát tudjuk. Igen. Vivian tudjuk, és egy harmadik. Nem, hát most nem nevezem meg ezt, de a lényeg az, hogy egy csaj volt. Na, de. És akkor ezután jött a nagy szerelmed. Igen, igen, 8 évig voltatok egy. Igen. Valamit még el akarsz mondani? Tehát, nem, hát figyelj, a mostani párom, akivel együtt voltam, az egy nagyon jó ember volt, egymás mellett voltunk végig, csak hát mondom, ez lett a vége, kifújt egyébként. Sőt, én a tévétől is óvtam, mert ő nem szereti a tévézést, és én igazából magamban sokszor elnyomtam, mert én igazából mindig szerettem szerepelni. Én szerettem a tévéműsorokat, mindig szerettem megjelenni nálad, a többi csatornán. Magyar Jim Carreyként emlegettek, és nem a színészi tehetséged miatt, hanem hát annyira jól hoztad és utánoztad. Igen, abszolút. Hát emlékszem, beszéltem az egyik szerkesztővel, hogy csiszolatlan gyémánt vagyok. Hát nagyon remélem, hogy lesz még lehetőségem. És még többször megkeresel a kis fejeddel. Meglátjuk, hogy mennyire kajálnak a nézők. Most ez kiderül. Ki tudja, lehet, hogy nem sokára megcsillan a telefon, és felhívnak akár az RTL-től, akár a TV2-től. Hát figyelj, mindenre vagyok. Közmédiától nem gondolom, de bármelyik keresztül. Ki tudja. Na, 8 évvel ezelőtt indult egy nagy szerelem az életedben. Mit lehet tudni a lányról? Hát figyelj, hol találkoztatok? Mi Tinderen ismerkedtünk meg egyébként. És oda senki magadat tetted vele, vagy valaki feltoltad? Persze, feltettem a p***mmel együtt magamban. Meg el is küldtem pár csajnak, hát ez kötelező, tudod. Nem, amúgy... Tényleg küldtél már magadról mesztelen képet? Hát a p***mről, ha. És te sokat kaptál? Mármint én pöcsöt? Nem. Nyilván a g.hu miért egy csomó, de... Nem, hát persze, hogy csajtól is kapsz, hát ez be is basznál, persze, amikor elkezdesz vele beszélni, de hát nem úgy kezdedik, hogy szia, azt elküldöd a káreszt. És akkor jobbra húztad, vagy balra? Hogy nem, hát jobbra húztam, és az a durva, hogy tényleg nagyon sokat beszéltünk, tehát az első... De tudta, hogy ki vagy? Tudta, de ő nem volt ilyen, hogy most jaj, a Krisztoffele beszélek, tehát ő ettől eltekintett. És pont ez volt a szép az egészben, hogy ő mint ember nézett engem. Érted? És ez jól esett? Eddig nem úgy néztek rád, mint egy ember? Nem mindig. Hát most, amikor sofőrködök, viszem az utasokat, és úristen, te vagy az Krisztoffel, de még ezzel a patkányfejemmel is felismernek, az a röhely az egészben. Mondom, igen, én vagyok. És ilyenkor az ember tudod, elgondolkodik rajta, hogy hát jó van, most örven nekem, meg minden, de ebbe csak egy ilyen álca van. Tehát ő tényleg az embert nézte bennem. Érted? Tehát és ez volt a szép az egészben. De mivel fogtad őt meg? Figyelmes vagy? Őt? Figyelmes voltam persze nagyon sokáig, meg tényleg figyeltem rá, hogy egy hölgyel kell, hogy egy szép lányjal kell bánni. Hogy kell? Taníts, mester. Hát gondoskodó vagyok, figyelek rá, viszek neki virágot. Dehogy viszek? Akkor... Nyomod itt a marketing dumát, hogy legyen újra csajod. Jó, de figyelj, perverzitás kell, hát most figyelj, perverzség kell, tehát most ennyire nem lehetünk romantikus. De mennyire vagy perverz? Én hogy mennyire vagyok perverz? Hát perverz vagyok az ágyba. Szerintem az egy nagyon fontos dolog. Tehát egy nőnek az ágyba, ha tényleg perverz és kielégítő, akkor a csávot meg tudja fogni. Ez nagyon fontos. Tehát most lehet, hogy megint csak hülyeséget beszélek, de például nem egy-kettő örömlányt ismerek, aki elmondja, hogy 70% a családos ember hozzájuk jár. Tisztelt a kivételt, elnézést kérek azoktól a csávoktól, de ez így van. Tehát lehet, hogy vagy nem kapja meg azt otthon, vagy most gondolj bele, azért 8 évig ugyanazt teszed, Peti. Nem kéne néha egy kis zsíros kenyér? Ez egy szép hasonlat. De most komolyan. Ez egy romantikus férfi hasonlat. Hogy... Igen. Jó, hát mi férfi félre más? Léptél a 8 év alatt? Nem, egyébként nem, nevetni fogsz, nem? Nem kellett a ez a legrövidebb. Tehát abban a 8 évben nem kellett a zsíros kenyér, nem kellett, elég volt nem a töltött káposzta. Mellette voltam, nyilván beszélgettem lányokkal ugyanúgy, mert ott dolgoztam őrként, ott jobban voltam. Én ugye közvetlen vagyok, nagyon közvetlen. Ez egyébként... Miért sem dolgoztam őrként? Ugye, hogy dolgoztam. Te is biztonsági volt? Én is biztonsági őr voltam, csak egy kicsit erősebb intervallumban, mert... Hát ugye ő mást végzett, én kidobó voltam. Ő objektumot biztosított, azt hiszem, ezt így hívják. Igen, az irodaházban volt, vagy nem tudom, hol volt az elekosz. Ott abban a stúdióban, ahol épp fölvettük az stúdióban, mondtad, a kettes portán. Szerencsétlen nyomorult. Énekettelek be, mondta. És te mit csináltál? Te kidobó voltál? Én kidobó voltam, én a kaszinóban dolgoztam 4 évet,
meg pár szórakozó helyen még nyilván. Tehát ott azért másabb a helyzet. Ott azért nem azt mondom, hogy napi verekedés van, mert nincsen, mert ez hülyeség, egy kaszinóba se de volt. De tudsz verekedni? Hát figyelj, tanultam, jártam edzeni a KSI-be, persze. Én ott jártam bunyózni. Ha felkérnének a Starbucksra, elmennél? Nagyon szívesen. Amúgy is van egy-két celeb, aki lóg nekem egy-kettővel. Elmennél? El. Ki az, akit kihívnál? Akit kihívnék? Akárki jöhet. Nem félek a haláltól. Nézted a mostanit? Néztem egyébként, igen. Figyelj, mindegy. Odálltál volna mindenki? Ezt azért nehéz súlyú vagy. Hát 93 kiló, így van. Figyelj. Az a Bras Bence. Így van, igen. Sokan mondják, egyébként sokan felhozták, hogy ő ellene kéne, vagy kellett volna. Csak sajnos most jelentem meg. Nagyon hála kemény. Neked. Bence nagyon kemény. Igen, igen, hallottam, hogy ő nagyon jó. Hát, hogyha ellene kéne, nyilván kell egy felkészülés. Tehát most jelen pillanatban úgy, hogy tényleg hülyére gürizem magamat, meg mindent meg kell otthon csinálnom egyedül. Hogyha kapnék egy jó edzőt, meg egy jó felkészülést, akkor azt mondom, hogy van esélyem ellene, persze. Tehát abszolút kiállnék ellene. Akár most is. Tehát nem érdekelne. De csak bokszabályai szerint. Bokszabály, persze, nem utcán. Nem használtad, dehogy is. Persze, majd lerúgom a fejét innen. Nem. Boxon jártál? Jártam 2 évet, nem többet. De hát kisfrom óta sportolok. Mi? Jártam, hát én úgy focival kezdtem, én a foci után nem mentem karatézni, akkor én az atlétika 60 méteren voltam, országos második helyezés is, és akkor utána kezdtem el boxolni így hébe-hóba, de egyébként így 2 évet jártam folyamatosan. 2-3, nagyon változó. Én nagyon örülnék, hogyha ott lennél. Én is, de akkor te legyél a menedzserem. Nem vagyok menedzser, meg boxedő sem vagyok. Én is karatéztem egyébként 11 éve, de ez nagyon más. Figyelj. Hát tudom, ez azért másabb. Meg ez, itt azért, ez nagyon más. Azért megnézed ezeket a bunyókat, mindegyik jól játszott nekem, mindegyik szintén. De nézd meg a Kabát Petivel mi lett. Tehát a látszenő megsemmisítette. Igen. Én nagyon sajnáltam, én ott álltam a ring mellett, és lesápadtam, annyira durva volt. Maga a látvány, hogy valaki olyan szinten álljul el, hogy a saját tért szallagja elszakadt. Igen, hallottam pont azt a meccset, azt nem tudtam nézni, mert dolgoztam. Figyelj, ott nem feltétlen az a lényeg, hogy ki milyen súlyban van, és ezt a Rocky-ba is látod, hanem maga az a tigrisszem, a tekintet, a pszichés, ez olyan, mint amikor börtönbe bekerülsz, hogy te lehetsz akármilyen jó verekedős bunyós. Most Peti, most tegyük föl, én bunyózok 30 éve, bekerülök a börtönbe, ott lehet agyba főbe vernek, mert más, mert pszichés, mert ringbe vagy. Tehát most érted, most tegyük fel, te egy tök jó bunyós vagy, és bekerülsz mondjuk lehet ellenem, aki nem bunyózott soha, de lehet, hogy a ringbe most a tévék előtt kapná tőlem a zucs. Tehát ez nem ezen múlik, hanem a vérettől. Ez ugyanaz, mint az utcán. Nem félsz egyébként ringbe szállni? Nem. Hát miért félnék? Hát most, hogyha megvernek, akkor annál többször kell fölállni. Az élet az ilyen? Minél többször kell fölállnod, nem a vereség a lényeg, nem föl kell állnod. Vertek már meg? Vertek. Mennyire? Hát, itt tömlött a vér konkrétan. Hárman agyba. Hát egy az egyben nem vertek meg soha. De hárman agyba főbe vertek, az volt olyan. De soha nem ütöttek még ki? Hát nem ütöttek még ki. És te? Ütöttél neki valakit? Nevetni fogsz, amilyen ilyen venyigés fejem van így a tévén keresztül, egyébként nevetni fogsz, rohadt ugaram lelkem van, de nem ütöttem le még senkit, nevetni fogsz. Annyi, hogy pofont adtam, mit tudom én, a kocsinál rám dudáltak, azt mondtam neki, hogy most hagyod abba, azt mondja, kisjá, kötyög gyerek, mondom, miről beszélsz, bazd meg! És akkor így beremegtem, elkaptam a nyakát, azt beszart ennyi, lélektan. De kidobó voltál, csak voltak balhék. Persze, de a kidobónak nem az első rész, hogy te telibe vágod. A kidobónak az a kötelező szabály benne van, hogy te kiviszed. Aztán, hogyha ellenszegül és üt, akkor ütheted meg, mert különben a vagyonőrédnek annyi. De akkor nem ellenszegültek. Hagyták, hogy... Hát persze, legtöbben most oda megyünk, ezt mondom, hogy a lélektani helyzet, amikor ott van egy ember, és akkor odaállsz, hogy így van, most vagyod abban, mert szájba a köcsök gyerek, és így néz rád, be fogod szarni valószínűleg. Főleg, hogy ott van a másik haverom, aki 2 méter mondjuk. Most mondtam valamit. Ki fog menni? Ezért mondom, hogy odaállsz, lehetsz ekkora is. Lehet tök alacsony ember, hogyha lélektanilag ott vagy, és látszik az, hogy határozott vagy. Ezért mondom, hogy egy ringben, Starbucksban nem tudhatod, hogy ki van lélektani előnyben. Ez a legfontosabb. Most kezdesz egy kicsit önmagad lenni, hogy elkezdtünk erről dumálni. Igen. Az elején nem, mintha ilyen kurva nagyot változtál volna az elmúlt évben. Persze, ki hoztad és egy ilyen kis szofisztikáltabb, visszahúzódó srác lennél, de most azért, amikor belemegett, akkor újra erre. Persze. Az agresszív nem fejeddel. Nem vagyok agresszív, igazából szeretek nevetni, jó a kedvem.
Tehát ez fontos. De nyilván meg is komolyodtam, tehát bakker, 31 éves vagyok, kell az egzisztencia, ott van minden, amit fönn kell tartanom, ott vannak anyáméknak is, segítek a mai napig. Ők is, tehát vannak dolgok, érted, a magánéletben, amit csinálok közben, és nyilván komolyít. Na jó, akkor ott tartottunk, hogy megismerted a lányt, baromi romantikus voltál látható, így van, így és van. 8 évig együtt voltak. Így van, így van. Esküvőt nem terveztetek abban a 8 évben? Figyelj, nem fog neked hazudni, és azt szeretem az ilyen műsorokban egyébként, hogy tényleg rohadtul, ami a legfontosabb itt, hogy önmagad legyél, és nyíltan elmond, hogy el fogom neked mondani nyíltan, hogy én normális esküvőt szerettem volna, de anyagilag nem olyan biztos a hátterem. Tehát egy átlagos gyerek vagyok, átlagos családdal, átlagos lakással, és én nem tudtam neki biztosítani azt, hogy legyen egy jó esküvő. Tehát vagy csinálok egy jó esküvőt, vagy nem csinálok. És én nem tudtam neki több millióból csinálni egy jó esküvőt. Meg őszinte szívből, ha lenne pénzem annyi, megcsináltam volna, ezért dobtuk. Megkértem a kezét, tehát mennyasszonyom volt, de ennél többet nem tudtam hozni. Amit tudtam, azt mindig hazaadtam, amiket kerestem. Én például szerettem azt, hogy legyen lóvé, nyilván az én kereteim belül, tehát nyilván mindig adtam mindenki neki. Szereti. Persze. Mindenki ezért dolgozik. Nem azért dolgozunk, hogy elfáradjunk, hanem hogy legyen pénz. Úgy. Szóval elmentünk nyaralni, azt is álltam, szóval ilyen, hogy mondjam, jól ment, az első 5-6 év jól ment, aztán tényleg az a durva, hogy elfáradt. Tehát elfáradt a vége. Tehát ő is akart élni, én is azt gondolom, hogy akartam élni, és az a durva, hogy január 6-án volt ez a koppanó, tehát akkor szakítottunk. Most nemrég, egy 3 heten egyébként. Akkor azt volt már ez a külön, a 8 év, nagyon sok 8 év, tehát tényleg belegondolunk, az sok. Abban a 8 évben, amíg együtt voltál a barátnőddel, mi minden dolgoztál? Ez nagyon jó kérdés. Hát többnyire vagyonőr voltam, ugyanígy objektumi helyeken, mint az Alekosz, ugye már. Akkor ugye a kidobó helyeken, ugye benne a 7. kerületben, és a kaszinóban jó kemény 4 évet húztam le, előtte meg pizzaszakács voltam. Úgyhogy hát kb. Ezek a melók voltak a kezemben. Jó főzöl? Figyelj, nem mondanám azt, hogy hú, de jó főzök, de az alapokat megtanultam. Tehát például van olyan ember, aki egy rizst nem tud kifőzni, most mondtam valamit. Tehát most, hogyha otthon vagyok és kell csinálni egy bolonyait, akkor megcsinálom. Most általában, mivel nagyon nincs időm főzni, ezért gyors kajákat eszek érte. Milyen körülmények között éltetek a csajjal? A csajjal? Figyelj, normálisan albérletben. Ott ugye, ahol vagyunk, tök jó megcsináltuk egyébként, berendeztük, ez egy 50 négyzetméteres lakás. Még azért együtt laktok? Nem, ő már elment. Tehát mivel én investáltam bele mindent, meg én raktam bele nyilván sok pénzt, meg mindent, ezért ugye abban, meg az én nevemen is volt, mert mondta, akitől bérlem, hogy akkor az én nevemen van, tehát akkor ha megy valaki, akkor a barátnőm megy, hogy akkor abban maradtunk, hogy akkor ő megy. Most nyilván ilyenkor az, hogy a férfi menjen, de hát basszus, én raktam bele mindent, most nehogy már én menjek. De ezt megbeszéltük normálisan. Tehát. És ő hagyott el téged? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hivatalosan azt mondom, igen, szégyen szemrégen ő hagyott el, mert én se tudtam már vele, amit fogom. Nem, figyelj, Krisztófel, van ilyen az életben, hogy az embert elhagyják. Van, persze. Csak tudod, sok a 8 év. Tehát ide nagy szerelmé, minden hagytak engem. Tudom. Mondjuk nem volt sok. De azért rövidebb kapcsolatoknál, mert mindig én mentem el. Szóval ez előfordul. Persze, benne van a pakliba, csak tudod, ilyenkor az ember elgondolkodik, tehát hogyha van az embernek lelke, akkor elgondolkodik rajta, hogy miben hibázott. Tehát nagyon jól tudom, hogy én is hibáztam, ez két emberem múlik. Hát nem foglalkoztam vele a vége felé, túl sokat dolgoztam, rengeteget dolgoztam, hogy legyen pénzünk. Hát volt egy szilveszter, most letoltam 18 órát, érted? Mint taxis? Mint taxis. Most taxizol. Így van. 18 órát letoltam, kerestem 180 ezeret aznap alatt, érted? Hazamentem, és már úgy el voltunk távolodva, már úgy nem ment a dolog, tudod? Mikor kezdtél taxizni? Kérlek szépen 4 hónapja. De szerintem már 5 összesen. Előtte kaszinóztam. Előtte kidobó volt, tehát kidobó volt. Így van. Gépi kaszinóban? Gépiben. Legjobb volt. Miért nem jössz oda játszani? Miért nem szoktam játszani. Eljöttem, kirúgtak. Kirúgtak? Elkezdte játszani, mi? Nem, mert fekvőtámaszoztam a pulton, meg ilyenek, megőrültem. Tehát olyan szinten tele vagyok energiával, Petikém, hogy gondolj bele, hogy hajnali 5-kor, érted, nincs vendég, és egy ekkora pultot, ott vannak a csajok, és fekvőtámaszozok, vagy 200 darabot. Tehát ez megengedhetetlen. Nem tudsz jönni 200 fekvőtámasz? 200-at, az megengedhetetlen. 100-at nem tudsz itt lenyomni. Hát lenyomjam? Na nyomjad. Na ezen? Na számod. Hát gyere, nyomjad. Szűken akarod, vagy szélesen?
Ja, ez neked... Ez, ezen fekvőztem. Ez nem fekvő támasz. Ja, itt akarod a földön? No, nem, mert akkor meg gyere rá és nyomd no. De így képzeld el, így csináltam a kaszinóban. Ja, így. Hát úgy 200-at, és azért kaptam egy izét, egy figyelmeztetőt. Ja, azt hittem a normál. Hát megcsinálom így is neked. Na, abban nyomjál valamennyit. Na, ennyit csinálok neked. El se férek, hallod? Hát figyelj, oda egy kicsit hosszú vagyok. Na, akkor nyomjál le, tessék, nyomjál le 30-at. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 100 nem menne, 27, 28, 29, 30, na. Fú, baszdmeg. Na, edzésben vagy. Hát azért nem, kihagytam pár hetet. Nincs itt a torta. Nincs itt a torta, tudod? Nincs itt a torta, alakoszos. Na, majd a szélére ülj már ki. Na, nem nyomtálom, hogy jársz edzeni? Képzeld, nevetni fogsz. A kondival egy ilyen 13 éve foglalkozok. Folyamatosan versenyeztem is. De versenyeztél? Most... Persze. Fölmentek a honlapra, beírjátok, hogy Christopher Fitness, azt ott van egy ilyen fitness modell versenykép, le vagyok hány szárítva. Hatodik. Hát az gyenge, az 11-ből gyenge. Mert ugye, hogyha nagyon magas vagy, az se előnyös. Tehát most 1,88-al nagyon eloszlasz. Tehát mondjuk te hány centi lehetsz, Peti? 176. Na. Ott például az testépítő magasság. Rendben vagy, karakteres vagy. Na, visszatérve, miért kezdtél el taxizni? Tehát ugye a kaszinóból kirúgtak, visszamehettél volna a vagyonőnek, annyi mindent választhattál volna, és elmentél taxizni, miközben azért a taxisok megítélése nem a legpozitívabb ebben az országban. Figyelj, ez az első munkahely a 30 évem alatt, amit élvezek. Komolyan mondom. És tudod miért? Mert rengeteg emberrel találkozol, mindig új inger ér. Egy vagyonőri szakmában, ami a legrosszabb, hogy mindig ugyanaz van, érted? Unalmas. Nem élsz. Tehát ez ugyanaz, mint hogy itt vagy, és szereted a munkádat, hogy mindig másokkal találkozol, kérdezel. Tehát inkább csinálok valamit, amit a Berki mondott annó, kevesebb pénzért valamit, amit szeretek, mint több pénzért, amit gyűlölök. És ez a meló, ez nagyon jó. Ha ennyit keresek, aznap annyit keresek, de folyamatosan találkozok új emberekkel, van kommunikáció, például nagyon szeretek beszélgetni. Mindenki tudja, hogy ki vagy egyébként, nagyon sokan vagy elmondod? Nem. Soha nem mondod? Én sosem mondom, én nem nagy képüsködök ezzel. Én nagyon nyílt vagyok, ha megkérdezik, hogy én vagyok-e, mondom, hogy igen, én vagyok. És utána elindul a show? És elindul a show. De van valami, meg... ami plusz nyújtasz egy átlag taxishoz? Persze, tehát például ami legfontosabb még ebben a történetben, hogy egyrészt nyílt vagyok, meg megkérdezem őket, hogy milyen zenét szeretnének. Tehát úgy hívom a kocsit, hogy a buli kocsi. Tehát, hogyha megyünk hétvégén, akkor szórakoztatom őket, érezzék jó magukat. Tehát nem olyan vagyok, mint a többi taxis, hogy ne nyúljál hozzá, meg ne cigizzél. Ha nagyon rá akar gyújtani ilyen álkozt, vagy valamit, akkor hagyom. Akkor persze, érezz jól magad. És azt mondják, saját hogy... autóval nyomod? Nem, bérlem. Melyik taxitársaságnál vagy? Hol lehet téged hívni? Hát igazából... Mondd el nyugodtan. Vagy hiéna vagy? De... Dehogy is nem. Egy sima taxitársaságot most hagyd nem mondjam el a nevét. De miért? Hát maximum kirógnak, de hát szerintem... Ez ekkora! Ez reklám. Akkor tényleg elintézed a Starbucksot, de munkahelyem nem lesz. Hát semmi, ez egy... Van ez a Viber csoport, na. Ja, megvan. Lehet, hogy ez nem is taxitársaság. Nem, van a Viber csoport, és ez van egy rendes társaság, ez a Car for You. Ezt nem is hallottam. Na mindegy, ez egy nagyon jó társaság, ez nem olyan, mint a taxi, hogy én most megyek 3-4 kört, és akkor mit tudom én fizetni. De ez van a taxi, ez és az autódon? Letöltöd az applikációt, hogy Car for You, igen. Telefonon, berendeled, hogy Hajdú Péter, mit tudom én, 6. kerületbe szeretnék elmenni a 14-be, beüti, hogy 5000 forint, fixár, és már jön érted az autó, aki a legközelebb van hozzád. És ki adja a számlát? Van számla, azt kapod. Azt én adom, én magánvállalkozó vagyok, jaj, megnyomom magán, és akkor kapod a számlát. Tehát akkor értem, tehát a fuvar közvetítést csinálja ez a cég. Úgy. És te pedig, mint magánvállalkozó, szerződsz velük. Így és van. A fuvar közvetítésért lepattintasz nekik valány százalékot. Nagyon jó. Aha. Nagyon jó.
Tehát ott lehet téged elérni. Így van. És a Carforjúba beírod, hogy Krisztófát szeretnél? Nem, privátot nem vállalhatsz, mert az azt jelenti, hogy másoktól nyilván elveszed a munkát. Tehát így akkor nekem rengeteg emberem lenne, már rég kirúghattak volna, hogy feljé van, mit tudom én, az egyik örömlány, vagy mit tudom én, Strici, gyere már, te jó, kettesbe, mert jó lenne, hogyha elvinnél. Nem vihettem el, mert az privát. És onnantól kezdve az elveszem a másiktól, ugye a vendéget, a másik fuvarostól. És a taxit ki kell tenni? A taxi... Nem kell kitenni. Tehát akkor te egy privát autóval taxizol? Hát sima privát kocsi. Nagyon sokan privát autóval vannak, több társaság van, akik azzal dolgoznak, de egyébként ez igen, ez úgy van, hogy kimész, megrendelik, és akkor ott van egy fix összeg, tehát nem az van, hogy mit tudom én, ennyi és ennyi lesz. És ezért is szeretik nagyon sokan egyébként. Oké, de ki határozza meg ezt az összeget? Ők vagy te? Hát én semmiképp nem, hanem maga az applikáció. Az applikáció, meg hogy milyen messze mész. Hát ez így van mondjuk a 6x6-nál is. Persze. Hogy rámész, ott feldobja, hogy jó a sofőr, így van. És megmondja, hogy mennyibe fog kerülni, így és annál többen nem kerül. Igen. Csak nálunk ott van fixen. Tehát, hogyha most én megyek 3-4 kört, akkor is 5000 forint lesz. Ah. És ezért is szeretik, mert fix, és egyébként olcsóbb a többi taxihoz képest. És ebben nincsen feszkó a többi taxitársasággal? Hát ez nem nagyon érinti, most például ő meg nem mondja, hogy kiül abba az autóba, vagy mennyire ő fuvarozik, érted? A munkaidőt kötetlen? Úgy van. Azért vagyok itt veled. Amikor akarsz, 12 óra után itt vagyok. Így van. Most lenyomtál ilyet? Most lenyomtam, hát többet, most lenyomtam. 11:30-tól nyomtam le, és most itt vagyok, még nem is aludtam semmit. Azt a minden. És lenyomtam 30 fekvőt. És mennyit kerestél most? Most nagyon gyér volt az este. Mennyit? Egy 40-est? Ez kevés. Nagyon rossz. Mennyivel vagy elégedett? Hát ami meg kell, hogy legyen egy nap, 12-14 óra, az a 80-90. De szerintem nagyon kevesen tudnak erről a fuvarozó, nem gondolom, a taxitársaságnak lehet őket apostrofálni, tehát erről a vállalatról, ahol te dolgozol. Hát figyelj, ez már régóta van egyébként ez a vállalat, és egész jó egyébként, tehát hogy nem, tényleg nem, tehát az összes vendég, akiket viszek, azok nagyon szeretik. Hét van, aki 7 éve, több éve. Olyan szemben. Régóta van. Igen, több éve. Magyarok csinálják? Igen. Tehát most, meg tényleg akiket viszek, ők nagyon szeretik. Tehát fiatalok, fiataltárság, tényleg élvezik. Tehát nem az van, mint hogy beülsz egy taxiba, meg nagyon fontos az is egyébként, most nyilván az ember jattot vár el. Ez is egy vendéglátás. Tehát most te fuvarozol, akkor a biztonságért felelsz, az ő biztonságukért, meg próbálsz eleget tenni, hogy nekik jó legyen. És a legtöbb taxis nem így fogja fel. A legtöbb taxis az nem közvetlen, nem mondjuk nem beszédes. Azért az egy nagyon jó hangpont, hogy mondjuk beszállnak a fiatalok és el vagy velük. Érted? Mennyivel az többet, mint egy sima? Mint egy sima? Hát jó, hagyod, hogy ájkoszozzanak, ezt mondtad. Persze. Ha valaki operettet akar, de nyomja be. Beteszed, nyomja be. Az sem érdekel. Persze. De te nem az öreg asszonyokat lesmárolom, mi kell még? Mondjuk ez lenyugtat, hogy a srácokat békén hagyom. Őt az igen, én nem ott is előveszem egyébként. Úgyhogy hát figyelj, maga az, hogy elkezdek velük nyilván beszélgetni. Aki nem hajlamos rá, meg nem annyira nyílt, akkor azt nyilván hagyom. Meg tisztán tartom az autót, tehát illatos autóba szálljon be, tényleg minőségi legyen, úgymond a helyzete, hogyha beszáll, ne érezze magát izé kellemetlenül, hogy ladával mentem oda, érted, hanem maga az egész feelingje, kombója. Milyen autóval jársz? Én Prius 3-as. Milyen hibrid, ha? Aha, és akkor ez bérled. Uh-huh. Igen. Saját autó nem is volt ez autó? Volt nekem saját autóm, egy Mazda 2-es, a csapott hátú. Nagyon sokat használtam az bevásárlásra, de fuvar előtt nem is használtam sokat ezt az autót egyébként. Tehát csak így bevásárláshoz meg ilyenek még a volt párommal. Ezt eladtam. Nem kellett. Inkább. Megviselt a szakítás? Meg persze, hát most basszus azért 8 év. Azért most tényleg így elgondolkodtató, hogy nem nézek a szemedbe, csak oda oldalra. Tök szép a srácnak a cipője amúgy. Nem, tehát tényleg így elgondolkodtató, hogy nagyon sok. Sok volt a 8 év, hiányzik is a párom, de kész, tehát tovább kell lépni. Tehát lehet, hogy ez pont egy olyan jel, hogy elmondjam neked, hogy milyen érdekes, hogy ennek vége lett, és megkeresett a tévé, a Bleak, a másik csatorna, te, lehet, hogy egy új pont. És egyébként kurvára örülnék, hogyha visszatérnék, mert rohadtul tudom azt magamról, hogy vagyok olyan személyiség, aki megszereti, tehát én szeretem a közönséget megnevettetni. Nagyon fontos. Tehát ott vannak az emberek, lehet el vannak keseredve, szomorúak, és ha adsz nekik egy szint, és elszórakoztatod őket, nem fognak gondolkodni, és imádni fognak. Érted?
De neked ez az életed, hát látom. Ja persze, nem te vagy az első, aki de 8 évig vakvágányon voltál egy csaj miatt. Úgy van. Úgy van. De miért nem hagyott érvényesülni a saját közegedben? Ezt soha nem kérdezted meg? Kérdeztem, én mindig óvtam őt, ő nem akart tévézni, meg hogy igazából én hülye vagyok, én bohóckodok. Kicsit így visszahúzott. Ő komoly csaj volt? Komoly csaj. Mivel nagyon szép lány volt. Hát figyelj, ő hivatalosan, ő telefonokat fóliázik egyébként, tehát egy áruházban, ő azt csinálja, de neki is több munkája volt, tehát kereskedelemben dolgozott egyébként legtöbbet. És nem akart szerepelni? Ő soha, meg én is óvtam őt, mert igazából én nem akartam, hogy őt kitegyék mindenfélének, vagy megírnak róla akármit, hogy velem van Kristafel a nőverő, meg f***om, tudod. Tehát én nem akartam neki abszolút rosszat, ezáltal magamtól vettem el a lehetőségeket, tudod? Na ez vagy itt. És most azt érzem, hogy nem egy munkatársam, akik voltak, vagy akik a taxiban vannak, Krisz, bazd meg! Én látom benned azt, hogy te oda vagy való, nem ide, bazd meg! Hogy raktározzál, azt tedd a szart! És azt mondtam, hogy igen, bazd meg, lehet. De ez nem csak rajtam múlik, hanem azon is múlik, hogy hívnak-e, foglalkoztatnak-e. Tehát nem csak rajtam múlik. Ez ugyanaz, mint amikor most te kérdezel tőlem, nem mindegy, hogy mit fogsz kérdezni, és én hogy válaszolok. Mert úgy lesz eladva a műsor. Tehát ez egy ilyen dolog. És rohadtul sajnálom, hogy lehet, hogy ez a 8 év ez úgy ment el, hogy már lehet, hogy már egy csomót szerepelhettem volna, de ennyi. Lehet, hogy itt kell történni. Lehet, hogy most jön a lehetőség. Krisztoffel az elmúlt 8 évben hívtak, volt olyan, és te nemet mondtál? Vagy nem is hívtak? Nem, igazából volt egy műsor, a Séfek Séfébe hívtak, és oda már be is kerültem volna, azt hiszem, az élőbe, és mivel nem jött ki tehát ugye akkor kaszinóztam, és nem tudtam volna úgymond szabadnapot kérni, tehát akkor elmenni a műsorba, ezért kénytelen voltam azt mondani, hogy nem tudok menni, mert akkor meg dolgozom. De mivel most van egy olyan munkahelyem, ami kötetlen, így fogom magam, azt 20 óra után is ide tudok jönni hozzád, mert leszünetelem magamat és eldumálunk itt, érted? Ez egyébként meg rajtam is múlt. Nem csináltam TikTokot, nem csináltam Facebookot, leszartam mindent, eltűntem. Most érted, csinálsz TikTokot, de nem olyan nagy szám. Nem, hát ez még az eleje. Tehát igazából ez most még csak egy ilyen próbaverzió nálam. Tehát ez kell, hogy jöjjön majd úgy is. Most egész nap a kocsiba ülök, jövök, dolgozok, jövök, megyek. Nagyon nagy videókat nem tudok csinálni, max. Egy-két haverral. Tehát ez még elég elenyésző. A való világodban kikkel szerepeltél együtt? Az ötösben. Dukai Gergő, Scheherezádé. Ki nyerte? Nálunk a Knapp Attila nyerte meg. Szemüveges. Igen, nem is. Ja, azt se tudod ki az, mi? Hát a való világ ötből te, aki másodiknak estél ki, te maradtál meg. Így van. Mennyire és érdekes ez? Nagyon durva. Hát nekem megmondták, hogy rohadt úgy többre vihetett, csak kell egy menedzser. Aztán kész, én hülye valahogy így eloszlott. Nagyon sokan azt mondták, Krisz, elbasztad. Mondom, lehet, hogy elbasztam. Egyébként nagyon sok mindent, tehát ez a női verés, ez úgy elvágta a karriert, bazd meg, hogy ott kész, vége, az emberek elítéltek. Pedig ez nem így van. És egyébként... De akkor mire kaptad 300 óra közben? Hát arra basszus, hogy figyelj, ott az egész történet az volt, hogy ugye adtam neki egy pofont. Most ne hülyéskedjünk, tehát most egy házasságban nem csattan el évek után, jó, az nem évek után, vagy egy pofon, vagy amikor felherger a nő téged. És nem azt mondom, hogy rúgd le, vagy vágja a gerincporcon. Érted? Hanem most felhergelnek, kiprovokálják, adsz neki egy pofont, és akkor ő fogja magát, így jöjjön ki a fókusz, jöjjön ki a reflektor, jöjjön ki minden, és akkor befúderezi magát, bazd meg. Na. És ezt elhitték a bíróságon? Hát nem, a bíróság az... Puderre adnak orvosi látlanat. Figyelj, az első bíróság az konkrétan az úgy történt, hogy akkor megjelent a csaj egyébként, atommá volt lekvározva, érted, amit gondolok, és a rendőrök ott nevettek, tehát semmi. Semmi nem volt. Tehát példát kellett statuálni. Mint szerencsétlen Aurelionál is, nem tudom, hogy ott mi volt a sztori, de ott is azért elég durván alátettek. Aurelio, sajnálom, egyébként hamarosan kiszabadul. Én is sajnálom. Szerintem egy-két héten belül szabad lesz. Pont nálam mondtál az összezárvában, hogy mi történt pontosan. Egész éjjel ivott egy kocsmában, és ott ő fizetett az egyik haverjának. Lement vidékre, ottól felnőtt. És képzeld el, hogy másnap vett észre, hogy eltűnt a pénze. Nagyon igen, azt hallottam. És utána visszament, és elővette a csávót, mondta, hogy a pénze nagyanyjánál van, a haverjával berakták egy kocsiba,
elvitték a nagyanyjához, igen. A pénz, mondta a nagyanyja, hogy hát nem tudja odaadni, mert nem itt van, és az ember rablásnak számít. Igen. Egyébként ez valóban az, hogyha valakit beraksz egy autóba, és ő nem akar veled menni, berakod a te autódba, nem akar veled menni, elviszed oda, hova nem akar menni. Persze. Ez effektív emberrablás. Az, hogy ő ezt nem tudta, meg igazából nem bántották a csávot, az egy dolog, ezért sajnálom, mert fasz volt. Én is, meg de... neki volt egy felfüggesztetje, ugye? Igen, és az azt meg hozzáadták. Így van. Az meg a drog miatt. Én nagyon kedvelem, én nagyon sajnálom. Drukkolok neki, hogy vissza tudjon illeszkedni, és hogy a Starbucksba kettőtöket lássa. Az jó lenne. Ezt adnám én is. De kit hívnál ki egyébként? Őt kihívnád, Aurélia? Persze. Nincs vele íze, persze. Meg ja. Ő is egy ilyen szívós lélek, tehát most nyilván sokan látták, hogy most sír meg ilyenek, de ez csak a lelke. Tehát ő is egy szívós lény, ő is egy jó karakter, megosztó, úgyhogy nagyon szívesen kihívnám őt is. Én az Alekosztó féltenélek. Az nagyon biztos, hogy összeverne. Főleg azzal a tojásdat fejével. Nagyon kemény, és a gülű szemei. Szerintem én nevetésben összeesni. Ez most megvan. Én olyan embert még nem láttam, komolyan mondom. Az Alekosznak az a fej, hallott, óriási. Tehát ez tényleg egy karakter. Nem beszéltél vele azóta? Nem. Hát amikor jöttünk a műsorodba, én akartam vele beszélni, és akkor most nem, meg gondolom, készült föl szövegbe, hogy mit mondjon nekem, mert annyira degenerált. Én viszont bemagoltam, bazd meg. Senki a celebvilágban nem is tartottad a kapcsolatot az elmúlt 8 évben? Nevetséges, bazd meg nem. Esküszöm nem. És de barátaid azért vannak? Kik? Barátaid. Tudod, barátaid. Persze, vannak. Ó, sok is. De persze barátokból azt mondom, haverokból van sok, barátokból van kettő most, akivel beszélek. Ők nagyon jó barátaim. Ők tényleg csak a jót próbálják mondani. Ők tényleg folyamat jó felespanolnak. Hogy a celebvilágból vagy a médiából senkivel nem tudtál barátságot kötni? Ez is nagyon érdekes. Tudod, 18 voltam. Amikor 18 évesen így láttam az 5000 forintot, már soknak számított nekem, érted? Csórók voltunk, és nem tettek helyre, érted? A szüleim azok nem voltak ott, hogy figyelj, irányítsanak jó felé. Hanem 18 évesen így jött a pénz, a bulik íze, és elmaradtak ezek, érted? Nem tudtam felnőtt fejjel gondolkodni. 18 éves voltam, egy gyerek, épp hogy 18-ot töltöttem akkor. Nem tudtam megcsinálni a kapcsolatot, mint mondjuk most legalább van annyi eszem, hogy akkor kapcsolatot épp, csak senki basszus. Spanyolul milyen szinten beszélsz? Hát figyelj, most két tannyelvből alapból nem raktak be anyámék, amikor kinéltünk perfekt voltam, most már azt mondom inkább, hogy nem. Tehát inkább azt mondom, hogy akkor nem beszélek spanyolul. Voltál kint Kubában? Kinéltünk. Mennyi idő? Hát egy 2,5 évet. Ez nem olyan sok. Nem sok, de hát ugye tudod, kiskorban perfekt leszel, tehát megtanulod. Tehát én már úgy jöttünk haza, hogy spanyolul beszéltem. Aztán beraktak az iskolába, a Dohány utcába, és akkor ki kellett rakni, hogy érted, de szóval madár, aztán de nem tudtam kitenni a magyar szöveget, érted. Nem tudtam magyarul, csak spanyol. De jól emlékszem, hogy volt neked egy próbálkozásod zenei fronton is? Ja persze, hogy eszmélsz. Két dalod volt? Így van, a kubai ritmus és a meleg front, tudod, az a kis mutogatós az is. És mi lett a sorsa ezzel a kis kérdésben? Fenn van még a YouTube-on, megtalálható? Mi lett a sorsa? Esküszöm, megnézem. Jó, kubai ritmus. Kubai ritmus? Hát azt hiszem 3 milliós megtekintés. Na, mennyire. Óriási. Neked küldöm. Nekem? Kubai ritmus? De az emberek egyébként nem értették annó azt. Ezt mindjárt elmondom neked. Ja, mert hogy ez ilyen tényleg itt vagy beszélni. Igen. Nézd meg azt az arcot. Hihetetlen új botrány, Christopher Becsics kítja SPT és fogott az új klipjemét. Ilyenek voltak? Persze. Azt a mindenit. Hát az 2,7 millió a kubai ritmus. Így van. Egyébként a botrány beszólás, azt mit csináltuk legelőször? Képzeld el. Celeb beszólást. Igen? Uh-huh. Ez lenne? Azaz. Sokat nem változtál. Nem, ugyanaz a fej. Kinél vannak a jogdíjai? Nem tudom. Vártok rá. Csutarás bánkkal csináltuk egyébként. Na itt el is kaptam egyébként egy nemi betegséget. Bőrgombát. Bőr
Ezt egyébként poénnak szántuk. Nem úgy tűnik. De, de ez a poén. Te 2,7 megtekintés. Miért kaptál ennél a klip forgatásnál nemi betegséget? Hát semmiért csajjal összejöttem, az kész. Ott. Sokszor. Tehát csak nézem, ó, hogy bazd meg már megint ott. Ja, hát akkor már saját magadat diagnosztizálod. Nem is kell elmenni a bőr és nemi beteggondozó, mert tudod, hogy mi, mit persze, kell leszedni. Persze, én voltam az, aki ezeket tudta. Tehát volt egy srác szállodában, takarító volt, és azt mondta, Krisz, segíts már, mint a Dézsából önteni. Mondom neki, jó, Aurora 2, 8 ker, menjél, injekció, puff, elmúlik. Hát ömlik a c***od. Hány nővel voltál eddig? Sok. Mondj egy számot. Nem büszkélkedek. De miért nem mondasz ezt 400, számot? 500. 400 nővel, úgyhogy 8 év kimaradt? Előbb, na, igen. Ez duma. Igen. Hát most nem tudom, sacra, most mennyit mondjak akkor? A való világ után. 18-tól 23 voltam, amikor a párommal összejöttem, addig... Abban az 5 évben. Abban az 5 évben. Jó, nem mondjuk azt, hogy 400, na, az erőltetett tényleg, vagy a 300. Van, akire nem is emlékszem. Tehát van, arra emlékszem, hogy valamelyiknek zoknival töröltem el a száját. Azt tudom. Az mit jelent? Hát érted. A nedűt. Aha. Fizettél a nőnek? Mármint, hogy kurváztam-e? Uh-huh. Igen. Drogoztál is? Na ez a legnagyobb poén, hogy nem. Nem. Utálom a drogot, utálom a piát. Nem is piás soha? Nem, utálom a piát. Nem hiszem. Most kínáltak meg húsvétkor, pálinkához kihánytam. Nem. Semmit nem iszol? Semmi. És ilyen vagy? Így van. Most gondolj bele, erre a kedvre még rátolok valamit. Hát ez a tiszta maszk. Azt meg. Hova szoktál járni? Bulizni? Mm-hmm. Nevetni fogsz, 8 éve nem buliztam. A szakítások óta? A szakítások óta? Nem, hát dolgozok. Hát úgy van, hogy dolgozok. Van olyan nap, amikor elkezdem délután 7-től, reggel 10-ig, és este 7-től reggel 10-ig. Hazamegyek, leviszem a kutyát, ledőlök aludni, megint leviszem a kutyát, PS-ezek egyet, és jön a meló. Tinderen nem vagy fent? Nem, izén vagyok most fent, Badon. Az ugyanaz? Badó? Hát hasonló, ott jobban jobb minőségi csajok vannak. Tehát nem az van fenn, hogy Marika izé 62 éhény, így foga, érted? Mert ezek is megtalálták ott. De hát akkor, amióta szakítottatok, azért voltál lányjal? Voltam most a kettővel. Jaj. De szerelemnek esélye sincs? Á, 8 év után, hát egyrészt tiszteletbe tartom saját magamat, meg még az exemet, nyilván már nem beszélünk, meg 8 év után, hát a rossz sebb jönne össze valami csajjal már megint. Hát hagyjanak békén, max izé, urak egyet, érted? Azt izé, menjen a dolgára. De ilyenkor te elgyászolod a kapcsolatot? Tehát el kell, hogy teljen egy bizonyos persze, idő, persze, amire te persze. Úgy lesz csajozni? Én azt gondolom, hogy ez a korrekt. Ez a korrekt. Tehát 8 év után nem az a korrekt, hogy én elmegyek, és akkor összejöttem valakivel párhuzamosan, és úgy hagyom ott. Tehát most, hogyha még meg is csaltam volna barátnőmet, még az is szebb dolog, mint hogy párhuzamosan valakit megcsalok, érted? Nem. Tiszteletbe tartom, elköteljen pár hónap, aztán, hogyha jön valaki, és úgy érzem, nyilván nem én választok, mert a nő fog választani engem, mert mindig a nő választ, és jó lesz, akkor az, adj Isten. És a barátnőnek van már valaki ilyen? Szerintem lehet, hogy van. Ez jó kérdés, nem tudom. Nem is érdekel? Figyelj, nem. Normálisan elváltunk. Az ő dolga, csinál, amit szeretne. Én az utolsó pillanatig most mondtam neki, amikor nem ment, hogy segítek, amiben tudok. Albérletet nézni, nem kell fizetni, semmit fizetem én. És akkor nyugodtan el tud menni. Ennyi. És most is fizeted nem az albérletet? Hát én már nem, hát a sajátunkat mondom. Mi közös kasszán voltunk mindig. De hova ment? Mármint az a pénz, amiket keresek? Nem, a barátnőt hova ment? Mert hogy el kellett... Jó, hogy hova költözött? Nem fogja az orromra kötni. Én normálisan akartam, normálisan akartunk elvenni. De ennyire nem kommunikáltok? Semmi. Nagyon durván. Le is tiltott? Nem voltunk. Ez a poén, nem voltunk Facebookon meg ilyenek. Semmi. Max Weber, nem, semmi. Vénisztő. Hogy lehet, hogy egy ilyen exhibicionista csávó, mint te, nincs fent az Instagramon és a Facebookon, vagy nem volt fent az elmúlt 8 évben? Ez megint csak egy kibaszott jó kérdés. Nem tudom. Párommal élni akartam a világomat. Azt gondoltam, hogy... De ez az ő döntése volt, vagy a te döntésed? Valahol az enyém is. A saját késem. Tehát ez egy olyan szintű elbaszás lett, hogy a haverom is mondta, hogy mondtam az előbb is, hogy Krisz, bazd meg, csinál, most vagy 30-31 éves, miért baszod el?
És valahol néztem a páromat, hogy egy normális, átlagos életet tudjunk élni, de rájöttem, hogy nem. A tévé kell nekem. Nekem odavaló a helyem. Nem én csak mondom, a többi ember mondja. Aztán lehet, hogy nem. Ki tudja, de én szeretem a tévézést. Én csak ezt hallom a többiektől. Bazzek, odavaló vagy, mi a fasz keresel itt? Odavaló vagy, mi a fasz keresel itt? Akkor csak valami el. Most se érdekel, hogy van előttem 10 vagy 100 kamera, amikor bejelentkeztem a való világba, és volt előttem vagy 30 darab kamera, ott volt a stáb, és konkrétan imádtam őket nevettetni, szerettem velük dolgozni. Most is full önmagam vagyok veled. Most már igen, de az elején azért meg voltál illetődve. Hát persze. Próbáltál jó fiú lenni, és azt gondoltam, na basszus, igen. Hát persze, hová lett a régi? Igen. Vissza a régi. Úgy. Hát figyelj, kihoztad belőlem. Tehát, hogyha most egy ilyen Pokémon játékot nézünk, akkor te vagy az első olyan ember, aki segíteni akar, vagy egész egyszerűen szimpatizál, aminek tökre örülök. Frankon mondom. Látom azért a mai felhozatot, neked abszolút a médiában van a helyed. Tehát, hogy ez nem is kérdés. Hát jól esik, hogy mondod. De azért tenned kell szerintem. Hát rengeteget. Ez nem csak rajtam fog múlni. Én nyilván értem rajtam. Egy kérdést, de meg fogom kérdezni, hogy a Starbucksba kell leszel. Hát ez sokkal jövök majd neked. Ahogy meg kiütnek a 10. másodpercben, Alekos szület bever, hogy hát, ott fogsz lehessek. Letűnni. Figyelj, én arra gondoltam, hogy ha gondolod, kárpótlásról gondolod, elküldöm neked a p***met. Ez meg rossz képkezbe jöttél, ez egy másik kávéhez, azt hiszem. Nem, csak vicceltem. Azt megköszönném, hát az Alekos az meg, szerintem elnevetném magam, azt földre dömbölne. Na de azt mondd el végezetül, hogy ki az, akit vagy, akiket kihívnál. És úgy érzed, hogy megérdemelnék, hogy ringbe szálljanak veled. Hát sok a felhozatonám. Tehát azért vannak kemény legények. Hát figyelj, egyébként az Aurélio egy jó dolog. Tehát az Aurélio az pont egy hasonló kaliber, nyilván alacsonyabb srácról beszélünk, de mondom, ez nem lényeg, hogy most ki magas, ki alacsonyabb. Őt nagyon szívesen egyébként. Hogy egy Aurélio Krisztofán meccset? Hát ez mekkora lenne? Nagyon megnézni. Milyen erős lenne? Nagyon megnézni. A csődör és az olasz. A kubai és az olasz csődör. Nem? Egy súlyban ez vagytok meg? Egyébként? Egy súlycsoport? Ő alacsonyabb, azt tudom, hogy találkoztunk, ő is kb. Akkora, ami lehet, mint te szerintem. Ugye? Ilyen egy 80. Kicsit magasabb. Kicsit magasabb. Súlyra mennyi lehet? 85? Kicsit. Hát most nem tudom, mennyire fogod. Hát lehet most lefogyott csóró. Nem tudom. Hát én 93 vagyok, azt tudom, vagyok egy 98. Hát te nehéz súlyban. De hát azért nem, tehát most, hogyha most elkezdenék egy felkészülésre vinnének, akkor 85 kilóra lefogynék. És az viszont egy jó súly már. Igen, de neked nem kell, azt hiszem, hogy 90 plusz a nehéz súly, vagy 91 plusz a nehéz 95 súly. 95 plusz a nehéz súly, igen. De hát abból még fogyasztasz, nem tudom, a 90-től a nehéz súly, de hát hogyha most csinálnának valószínűleg egy kemény edzést, ott azért fogyasztasz. De én például fogyasztó vagyok, én nem tudok hízni. Tehát nekem ez volt világéletemben a formám. Nem mondottam. Esküszöm. Bármennyi tehetsz? Még szteroiddal sem mentem föl 100-ig. Hú, de szerintem. Esküszöm, bazd meg. És nyomtál magadban injekciókat? Persze. Növekedéshormon, szteroid? Növit nem, arra nincs pénzem. De a szteroidot, amikor toltam keményen, és 99 voltam, ilyen, tényleg ilyen felpuffatba voltam, képzeld, amikor abbahagytam, tönkretett az idegrendszeremet. Pánikrohamot kaptam. Pánikrohamot. Igen. Így. Komolyan mondom, kedélyállapítón élek. Mai napig minden nap egy kedélyállapítót be kell, hogy szedjek, mert a szerotonin... Azóta? Azóta, bazd meg. Másfél éve. Tudod, mi ez a szerotonin? Hát igen, ez a boldogsághormon az agyadban. Hát igen, ez egy ilyen neurotranszmitter, igen. A szerotonin, és valóban azt kell szabályozni. Így van. És hogyha nem termel eleget az agyat, akkor jön a depresszió. És minden nap be kell szedni? Minden nap egyet be kell szedni. Egy ilyen szerotonin szelektív visszavétel? Úgy, kedélyállapot javító. Aha. Így van. Tehát, hogyha ezt én nem szedném, én amikor abba hagytam a szteroidozást, most a szteroidosra azt kell tudni, hogy ez egy olyan komplex dolog, hogy önbizalmat ad, megnövekedik a tesztoszteron termelésed, ugye mesterségesen, agresszív leszel, és amikor ezt a szervezettől te elvonod, és hirtelen, ugye nyilván, tehát addig jó, tehát addig vagy felfújva, még szeded, utána összeesel, ugyanúgy fogsz kinézni, és ezt elveszed a szervezettől, akkor azt mondja a szervezet, hogy bazd meg, nem kapom mesterségesen. És elkezdesz lefogyni, és depressziós leszel, mert nem kapod meg az adagot. Ez ugyanaz, mint a droggal kapcsolatosan, hogy nincs meg a napi drogom, akkor már remegek, vagy nem cigizek, akkor is izében remeg az ember. Tehát ez ugyanúgy drog. Tehát ezt is vagy csinálom, vagy nem, mert az emberi szervezet, az ki fogja dobni ezt is, meg azt is. És ezért van az, hogy belecsöppensz.
De például, hogyha közérzetjavítót szedsz, akkor arra nem lehet alkoholt inni? Hát arra hivatalosan nem, de nem csak ezért nem iszok. Amúgy sem szeretem az alkohol, de hogyha szeretném is, meg iszok, amúgy nem lesz bajod. És életed végéig szedned kell? Attól függ, tenni. Ez rajta. Ha visszakerülsz a médiába, akkor le fogom tenni. Igen, igen. Csak miattal. Akkor leteszem. Na, örülök, hogy láttalak. Én is vagyok. Jó formában vagy. Köszönöm. Bízom benne, hogy látunk hamarosan. Hát, én is benne. Valamelyik csatorna képernyőjén. Én abban bízom, hogy a Starbucksban valakivel összekerülsz. Hát én meg kimondottan köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy tudtunk beszélni 8 év után. Mondasz két nevet? Kettőt? Aha. Csak ha ott leszek. Ez gyávaság, azt tudod. Nem. Legyen meglepetés. Hát de nem, de várjál. De akit te szeretnél, nem biztos, hogy elvállalja. Hát jó, nyilván. Hát miért? Azon, ki az, aki te, hogyha most te dönthetnél róla, akkor kihívnál boxolni? Kit hívnék ki? Mert nem de bírod. Annyian vannak talomba. Ha nem most... bírod. Miért nem mondod el, ki az, akit nem bírsz? Megbántott, nem szimpatizálsz vele. Hát de ő már szerepelt benne. Tehát mit tudom, én például az Istenes Bence ellen lettem volna, de volt. Tehát nem, én Istenes kihívtam volna. Igen? Hát nem egy súlycsoport, ő vékonyabb. Vagy egy fluor. Bence nagyon jó. Istenes Bence nagyon jó. Hát, jól boxol. De hát vele már nem tudok találkozni. Akkor van egy fluorunk. Az ő, nem volt. Az ő nem. Vele összeállnál? Össze. Vagy ott egy Aurélió. Vagy az egyik legszívósabb. Ki? Joe. Az kemény. Joe-val? Joe. Mert ott eldobnám a cigit. Akkor most a kamerába hív ki. Hív ki Joe-t, gyere. Nem. Nem az, hogy őt nem akarom kihívni, hanem ezek az emberek lennének. Nem, tehát most mondom, nem hívt ki ő. De miért? Miért? Ez nem csak az én döntésem. Hát azt mondja, hogy gyere barátom. Hát jó, de még ott se tartok, haló. Ő már azért messze magasabban van, mint én. Hát ezek a celebek, én csak az elején vagyok. Innen kell magad feltornázni. Hát igen. Na, drukkolok neked. Köszönöm, Peti, és még egyszer köszönöm, hogy itt láttam. És ha ott leszek, úgyis látni fogod. Jó, figyelj. Legyen meglepi. Köszönöm, hogy itt voltál. Nektek is a figyelmet. Jövő héten jön a Beköltöző Hajdú Péterhez szezonnyitó adása. Brass Bence lesz a vendég. Tartsatok velünk akkor is, ha tetszett ez a beszélgetés, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, minden jót!